Most jó. Jó, tehát mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy részt vesznek ebben a beszélgetésben. Az az igazság, hogy én szerintem ez egy hihetetlen nehéz vállalkozás, hogy mi elkezdjünk itt a kortárs művészetről beszélgetni. Talán néhány pohár bor az segítségünkre lesz, de minden esetre az előzetes beszélgetések alapján az derült ki, hogy egyelőre fogalmunk sincs, hogy mi ez a téma. Legalább annyira nehéz magának a címnek az értelmezése, ugye azt a rafinált címet eszeltük ki, hogy érték és blöff. Mondjuk, ha csak az értékről és csak a blöffről kezdenénk el beszélgetni, az is eltelne egy olyan egy-másfél óra. Minden esetre én azt gondolom, hogy azért nagyon érdekes maga ez a téma, mert akkor, amikor az ember ugye a hétköznapi életben beszélget általában nagyon művelt emberekkel is, akkor rendszerint hihetetlen kavarodás van az ügyben, hogy mi számít modern művészetnek, mi számít kortárs művészetnek. Az emberek általában ezt a differenciát sem tudják megtenni. Az emberek egy része, az esetek túlnyomó részében azt szokták mondani, hogy nem értem a modern művészetet. Én most hadd csináljak itt egy őszintességi vizsgálatot. Tegye fel a kezét, aki kimondta már itt a jelenlévők közül, hogy nem értem a modern művészetet. Jó. Ki az, aki... Tehát a többiek értik. Az jó, mert akkor lehet, hogy fognak nekünk segíteni ebben a beszélgetésben. Kezdjük talán a meghatározással, hogy ti mit értetek azon, hogy mi a modern művészet, illetve mi a kortárs művészet, kettő között van-e különbség, és annyi segítséget azért mindenkinek nyújtok, hogy próbálja meg a saját művészeti területén értelmezni. Dóra? Szóval a képzőművészetet képviselem, akkor lehet hallani, amit mondok? Nem. Nem. Cseréltek mikrofon. Ja, mindig cseréljük mikrofon? Csak ez a hangszóró működik? Ez szól. Nem, csak az én kezemben szól. Szóval, hogy... Jó. Én a képzőművészetet képviselném akkor itten ezek szerint, és hát ugye a modern, nem készültem igazából erre, szóval nem olvastam most utána, de számomra, hogyha szubjektíven kérdezik, akkor a modern az az impressionizmustól, tehát a 19. század második felének a feléből, második feléből indul, és eltart az előző század, tehát a 1900-as év... Mi volt? Most 2015-öt írunk. Jó, szóval eltart a múlt század közepéig, tulajdonképpen a második világháborúnak a végéig számomra, és onnantól kezdve lehet esetleg kortárs művészetről beszélni, de igazából számomra a kortárs az, aki most itt együtt velünk él. Tehát az azt jelenti, hogy aki 45 után volt aktív, az már nem tartozik a kortársok közé. Kortárs a Jenei, kortárs a Báron, Radnóti, meg te is talán. Bizonyos értelemben. Szóval nekem ez. Tehát, hogy akik egy korszakban élnek, azt mondod, az a kortárs, igen, akik ebben a korszakban élnek. Igen. A modern, meg ha jól értem, az egy periódus, ami elkezdődött valamikor és tart valameddig, igen, a te megítélésed szerint körülbelül a második világháború környékén. Igen. Tehát azt jelenti, hogy akkor kortárs művész... Igen? Persze. Hogy igen, persze, kortárs. De az egy nagyon érdekes dolog, hogy van olyan, hogy szisztematikus kor, ami metszi a kortársiasságot. Gondoljuk el, hogy valamikor a 70-es években ugyanazon a napon ír I. és Gyula és Tandori Dezső egy verset. Ez az objektív kronológia szerint ugyanakkor történik, és világosan látjuk, hogy ez két különböző korszak. Mind a kettő kortárs, de mégis két különböző korszak. Ugye ez nagyon sokszor megtörténik velünk, és pláne ugye a generáció nyilván az, ami a legegyszerűbbé teszi ezt, a generáció különbsége, hogy általában három generáció él együtt, és a három generáció művészete gyakran igen erősen különbözik egymástól. De nem csak generációs kérdés. De
De mondjuk akkor Jenei Zoltán és Lagzi Lajcsi kortárs, tessék, parancsoljon. A kortárs az egy abszolút relatív fogalom, és egyszerre jelen lehetnek különböző stílusok, irányok és mindenfélék, szóval ez nem azt jelenti, hogy ez egy stílus kategória, hogy kortárs. Ez csak egyszerűen egy meghatározás, hogy most velünk együtt vannak, és ezen belül hát abszolút relatív. Köszönöm. Amennyire körülbelül 50 évvel legalábbis Európában, a 60-as években még, vagy talán inkább az 50-es években, nagyon pontosan meg lehetett határozni, hogy mit jelent a kortárs zene abból a szempontból, hogy mi az avantgárd akkor. Ellenben mára, miután a 80-as évektől és a posztmodern, amit én nem tudok, hogy micsoda egyébként, de a neo művészetek elterjedésével, ugye pontosan ez a dolog lépett életbe, hogy gőzünk sincs, hogy ezt stilisztikailag, vagy stílus szempontjából hogy ítéljük meg, amire a Sándor is célzott. Ugyanakkor egy konkrét példát mondok. Ligeti György 2007-ben halt meg. 2008-ban Magyar Zeneakadémiáról egy csellista Hamburgba pályázott egy zenekari állásra, ahol kortárs művet is kellett játszani. Ligeti cselló darabját vitte. Bocsánat, kortárs művet kértünk, Ligeti meghalt. Ligeti már nem kortárs, nem él. De nem specifikálták, hogy a sokkal nehezebb Ligeti szonáta helyett, ha választ egy akkori kortársat, aki egy úgymond neortonális zenét ír, akkor sokkal könnyebb darabot választott volna most a direkt a próbajáték szempontjából ítélem meg, ami mégiscsak arról kell, hogy tanúbizonyságot tegyen, hogy ő magas fokon tudja a hangszerét. Tehát magában a dologban is óriási konfúzió van, ezzel együtt én azt elfogadom, amit a Dóra mond, mert nem tudok, mint volt tanszékvezető sem, tudok mit tenni, mert amikor olyan darabokat hoznak elém, ami nem egyezik az én idézőjelbe avantgárd elvárásaimmal, akkor nem tudok mondani egy szót sem, mert ő azt csinálja, és abba kell segítenem. Tehát... Hát tulajdonképpen az adóhivatalnak a megfogalmazása az, amit egyébként a Dóra mondott, mert utána néztem. Az adóhivatal azt mondja, hogy kortárs művésznek azt számít adózás szempontjából, aki az adó év végéig még élt. Gyuri? Hát egyetértek az adóhivatallal, mint adózó állampolgár. Dórához kapcsolódnék, aki ugye itt két fogalom volt, a modern és a kortárs. Ugye hát ő azt mondta, és én ezzel teljesen egyetértek, hogy a modern az valahol a 19. század végétől kezdődik. Ebből a szempontból a film történeti korszakolásnak nincs értelme, hiszen a filmet akkor találják föl, tehát a film úgy, ahogy van, minden darabja beletartozna, és bele is tartozik ebből a szempontból az úgynevezett modern művészetek kategóriájába. A másik kérdés a kortárs. Hát én ugye filmtörténetet tanítok, és azt kérdezik a tanítványaim mindig, hogy meddig tart a filmtörténet. És erre természetesen nem addig, ameddig él a szerző, vagy nem él, bár ez nagyon sokban szerepet játszik, hiszen a filmtörténet része a Jean-Luc Godard, aki 85 éves és él, és a filmtörténet része az Ingmar Bergman, aki nagyjából hát kicsit idősebb, de hát ugyanaz a társaság, és vagy a François Truffaut, és nem él. Én úgy gondolom, a saját praktikus szempontomból is, hogy ott kezdődik a kortárs, ahol már nem alakultak ki a biztos értékek és kánonok. Tehát a illetve ott van még a filmtörténetnek, valószínűleg a kortárs ott kezdődik, tehát ott van az űrzavar. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy valamikor a 70-es évek közepéig nagyjából a filmtörténetben kialakultak a kánonok. Tehát tudjuk, hogy mi az érték, mi nem az érték, milyen tendenciák vannak ezen belül, mi fontos, hogyan fejlődött az egész. A 70-es évek közepétől, vagy talán ez még a 80-as évekig is elhúzódik, a 80-as évektől annyiban kortársfilmről beszélhetünk, teljesen függetlenül, hogy él-e az alkotó vagy nem, hiszen a Tarkovsky és a Spielberg egy időben is csinált filmet, és egészen más jellegű filmeket csináltak. Tehát valószínűleg a 80-as évektől már nem alakultak ki ezek a biztos fogódzók, a kánonok, nem tevődött át a történetbe, nem vált történetté a filmek sorának a története, és innentől úgy gondolom,
hogy valamilyen szempontból kortárs filmekről kell beszélnünk. Hát ez most ugye, ami elhangzott itt néhány válasz, abból az derült ki, hogy azzal is egyetértetek, hogy kortárs az, aki velünk egyidős, vagy egy adott korszakban él. Ugyanakkor azért már itt a válaszokból az is kiderült, hogy ez bizonyos fajta esztétikai kategória is, tehát egy értékkategória legalábbis a Zolinál, mert vagy te a Lagzi Lajcsival te kortárs művész vagy? Kortárs zenész? Állítólag nem vagyok kortárs művész vagyok, a legnagyobb szégyenemre avantgárd vagyok 72 évesen. Hol vannak a fiatal? Hát és ráadásul az avantgárd az szintén egy olyan művészettörténeti periódus, Bilágos, ami valamikor elkezdődött, és azt mondjuk, hogy valamikor véget ért. Tehát elég kaotikus ez, továbbra is ez maga is stílus a szövevény. Kérdés, de ugye ezt arra használják, aki, bocsánat, van egy új terminológia erre, ugye a századforduló közepétől az experimentális. Tehát aki abban érdekelt, hogy amire gondol, amit kitalál, annak előre nem látható következménye is lehetnek. Nem az, hogy biztos, hogy előre nem látható, de legalábbis belekalkulálja azt, hogy olyasmit óhajt felfedezni művészet terén, ami eddig még nem volt. Tehát alapkutatás. Abszolút, abszolút. De az nem jelenti azt, ugye ez ugyanúgy van, mint minden művészetben. Tehát, hogy van sikeres kísérlet, és van sikertelen. Majd a történelem eldönti, de ez egy alapállás. Ez egy szerzői alapállást lett légyen bármilyen művészetről, hogy valaki valami olyasmit akar csinálni, ami még eddig nem volt, vagy valaki valamilyen módon ismétli azt, ami már eddig nem volt, lehet, hogy egy kicsit másképp. Természetesen újat is többféleképpen lehet kitalálni. Valaki úgy csinál, úgy használja a régi eszközöket, ahogy azt senki nem használta még, vagy valóban teljesen új eszközöket talál ki arra, amit akar csinálni. Az én problémám, ha már rátérhetünk egy érdemibb dologra, az, amikor valaki úgy használ régi eszközöket, hogy előre tudom, hogy hogy használja. Véleményem szerint ez soha nem éli túl a aktuális korszakot, de ez az én véleményem. Sándor, te irodalomban meg tudod határozni, hogy mikor kezdődik mondjuk a kortárs irodalom? És őszintén szóval nem is szeretném, de az kétségtelen, hogy gyakran találkozik az ember, amíg a tavalyi évig lapszerkesztő is voltam, a Holmi című folyóirat szerkesztője, addig gyakran találkoztam olyan versekkel, amelyek kitűnőek voltak a maguk nemében, csak azt kérdeztem magamtól, hogy mitől született ez 2010-ben, mi az a jellemzője, vagy bármilyen jele, hogy ez nem 1930-ban, vagy 1910-ben született. Rengeteg ilyen van, és ez nem tartozik a bluff kategóriához, hogy ezt a szót, ami ugye benne van a mi beszélgetésünk címébe bedobjam. Ez nem az. Ez nem az. Ez egy örök epigonizmus, ez mindig létezett, ami most is van. Az I.S. és a Tandori példám azért volt kiválasztva, mert ha azt mondtam volna, hogy Jenei Zoltán és Farkas Ferenc is írt ugyanazon a nap, írhatott ugyanazon a héten egy művet, vagy hónapban egy művet, akkor ott esetleg egy értékkülönbség, esetleg azt mondhatjuk, hogy valaki a régi időknek a üzenete, vagy fenntartója, vagy nem tudom micsoda. A 70-es évek I.S.-je nem, a 70-es évek I.S.-je egy nagyon modern költő volt. Csak éppen egészen másképpen, más korhoz tartozott mégiscsak, nem voltak kortársak Tandorival, de nem azért, mert I.S. a 30-as vagy 40-es évekhez tartozott, hanem más okokból. Más tradíciók, más legkülönbözőbb előzmények, amelyek, ugye itt végül is eljutunk a modernnek vagy a kortársnak a kulcsszavához, a pluralizmushoz. Valamikor 200 évvel ezelőtt nagyon fontos kérdés volt az ízlés, és abban mindenki megegyezett, hogy jó ízlés csak egy van. Abban óriási viták voltak, hogy mi tartozik a jó ízlés körében. Na most ez az, ami elveszett. Ma világosan látjuk, hogy nagyon különböző jó ízlések állhatnak egymás mellett.
Színházban kivállalkozik, mert igazából nincsen színházi szakértőnk, de a színház az valószínűleg egy kicsit hasonló helyzetben van, mint a film, legalábbis abban az értelemben, hogy ugye mondjuk a filmnél, vagy az összes többi művészeti ágnál fennmaradtak azok a művek, amelyek utólag megítélhetők. A színház az csak kortárs színházként létezik, mert onnantól kezdve ugye nyoma sincs, illetve leírásokból, kritikákból tudjuk. Hát ez nehezebb hozzászólnom, mert ez egy kicsit más terület, de úgy gondolom, hogy a színház, amelyikben valószínűleg nem tudtak kialakulni ezek a típusú kánonok pontosan azért, mert a pillanat módjára létezik, az minden pillanatban kortárs. Én egyébként itt vitatkoznék is a Sándorral, hogy úgy gondolom, hogy mindenki, aki ma ír egy verset, az kortárs költő. Ez nem ízlés kérdése, ami lehet jó vagy rossz, ez nem esztétikai kategória kérdése, ez egyszerűen egy ténykérdés, hogy mi most egymás kortársai vagyunk. Na most ugye ettől egy picit különbözik az, amikor kortárs művészetről beszélünk, mert akkor hát egy némi nagyképűséggel megpróbáljuk a saját preferenciáinkat kortárs művészetként tételezni, a mi preferenciáink egyébként jók, természetesen, nem is erről van szó, hanem inkább arról van szó, hogy akkor ezek a preferenciák, ezek valóban leírnak-e valamit, amit kortárs művészetnek lehet nevezni. Itt inkább valószínűleg ott van a különbség. És akkor ki is zárhatjuk ebből akár a Lagzi Lajcsit, még nem tudom, hogy ki mindenkit, aki, hogy a kortárs alkotók közül kik azok, akiket egyáltalán művészeknek vagy művészi alkotóknak tételezünk. Na most ez természetesen megmondhatatlan, erre jó a kánon, de a kánon az, ami jelen pillanatban vagy nincs nekünk, vagy nagyon bizonytalan, ez természetesen megmondhatatlan, de az nyilvánvaló, hogy nagyjából érezzük azt, hogy a, mit tudom én, Lédike vagy Hédike, nem tudom, ki szokta nyerni ezeket a slágerversenyeket, az egy időben lép a közönség elé, mint a Jenei Zoltán, tehát ebből a szempontból tökéletesen kortársaknak minősíthetők, mégis Jenei Zoltánt kortárs művésznek nevezzük, és nem azért, mert nem kortársa a Lédikének, hanem azért, mert művész. Na most ezt kéne valahogy meghatározni, de itt viszont egy borzasztó nehéz terepre tévedünk, ami roppant mód ingoványos, de ez nem a kortárság kérdése. De most felmerül egy nagy kérdés, amely úgy szól, hogy magas, hogy létezik-e magas kultúra. Magas kultúra és tömegkultúra, magas kultúra és midbrow kultúra, magas kultúra és alacsony kultúra. Ugye nagyon sokféle ellentéte van a magas kultúrának, de ez legalábbis 1960-tól Andy Warhol fellépésétől kezdve meg lett támadva. Ugye a Andy Warholt értelmezhetjük úgy is, mint a tömegkultúra betörését a magas kultúra világába és a magas kultúra szétesését ennek következtében, de persze értelmezhetjük úgy is, mint a magas kultúra paródiáját a tömegkultúráról. Mind a kettő értelmes és lehetséges magyarázat arra a fellépésre, amikor a Campbell leves konzervekből, a dörzskefékből, a Marilyn Monroe képeiből és hasonlókból születik meg egy új művészet, a pop art, ugye? Ami a hihetetlen arisztokratikus és nagyszerű abstrakt expresszionizmust, ami az 50-es évek amerikai képzőművészetét jellemezte, ami hatalmas teljesítményeket hozott létre. Ezek után egy egészen más kultúrából, egy egészen más rétegéből a életnek, az amerikai életnek hozott létre valami művészetet. Az jutott eszembe, amikor gondolkodtam erről a beszélgetésről, hogy most már idestóva 35 éve, hogy annak idején volt egy Stúdió 80 című műsor, ez egy ilyen heti kulturális művészeti sorozat volt, és ott a második adásnak az egyik spiritus rektora az Jancsó Miklós volt, és pontosan a kortárs művészettel foglalkoztunk, én is benne voltam ebben az adásban, Dóra az egyik szereplője volt ennek a műsornak, videóról beszélt, megjelentek az installációk, talán nem ugyanabban a műsorban, de egy-két műsorral később a Jenei Zolival,
újzenei stúdióról beszélgettünk, tehát szóba került egy sor olyan művészeti termék, ami abban az időben viszonylag újdonságként merült föl. Na most más kérdés, hogy lehetett látni, hogy a közönség egy szót nem ért ebből az egészből, hihetetlen felháborodást keltett nem csak a politikai vezetők körében, de a közönség körében is. Ez az a bizonyos 0%-os siker, amit a tévében úgy nevezték, hogy azt mondja, hogy a 3 pontos az, ahol tetszik a politikának, tetszik a kritikának és tetszik a közönségnek, ez senkinek nem tetszett. Most eltelt 35 év, én azt gondolom, hogy ha ezt a műsort most levetítenék valamelyik csatornán, akkor ugyanolyan megdöbbenést keltene, és ugyanúgy nem értenék az emberek, holott hát eltelt 35 év. De ha visszamegyünk még egy kicsit az időben, a Dóra szervezésében, a Vazareli Múzeumban egy nagyon izgalmas kiállítás van, remélem mindenki látta, mert Dóra között kötelezővé tette a körlevélben, meg a Kata is. Ez ugye a Malevichnek egy emblematikus képe a fekete négyzet fehér alapon, és igazából az előszóból is kiderül, meg a reflexióból is kiderül, hogy 100 év után az emberek jelentős része nem tudja eldönteni, hogy ez micsoda, tehát már nagy közönségről beszélek, és hát itt kerül szóba az, hogy akik nem értik, azok számára ez igazából egy blöff. Erre szokták azt mondani, hogy megnézik a kiállítást, és azt mondják, hogy na hát ezt a gyerekem is meg tudná csinálni, ebbe aztán tényleg mi a pláne. Bezzeg a Rembrandt azt tudott festeni, meg rajzolni. Hogy igazából én úgy látom, hogy van egy hihetetlenül nagy távolság a modern művészet és a közönség között, ami az elmúlt 30-40-100 évben nem közelített. Ezt hogy látjátok? Tessék, Male. Hát itt ott kezdődik a dolog, hogy nincs művészeti edukáció. Tehát itt nem készítik fel az ifjúságot arra, hogy valamiféle szemléletet vagy más látást begyakoroljon. És tulajdonképpen az emberek azt szeretik látni, és ez a legnagyobb átlag tulajdonképpen, hogy ahogy a természetben van, ott a fa, az ember, a szék, az asztal, stb. Azt szeretik látni, és minél jobban van megcsinálva, minél élethűbb, annál inkább tetszik és érthető. És azt nem tudják követni, hogy mi az, amiért valaki például egy fekete négyzetre redukálta a világot saját maga körül. Egyébként ezt elég nehéz is megérteni. És azok, akik megértették, azok gyakorolják is a négyzetnek a különböző torzításait és alakításait, és de ez már körülbelül 100 éve valóban így is működik. Szóval itt az én véleményem az, hogy itt a gyakorlás és a fiatalokkal való foglalkozás az, ami összehozza ezt a nagy űrt, valamilyen módon betölti. És erre egyébként itthon is van, nem csak külföldön, számtalan nekifutás, számtalan próbálkozás, és néha egész sikeresen működik. De hogy aztán a fiatalok mennyire őrzik meg ezt a képességüket, mennyire csuklanak vissza abba az általános felfogásba, hogy ugye az a szép, amit összetudunk hasonlítani a való világgal, hát az egy más kérdés. Most a kortárzenél koncerteken ott mindenki ismeri egymást. Alapjában véve lehetséges lenne, de itt van egy furcsa csavar. Minap beszélgettünk a Vidovszky kollégámmal együtt. Tanítottunk ugye a Zeneakadémián a zeneszerző hallgatóknak, hát gondolom, mint ahogy rajzba is kell tanulmányokat csinálni, tehát festmények vagy modellek után rajzolni, ugye megtanulni. A zeneszerzőknek kötelező stílusgyakorlatokat csinálni, tehát például Mozart stílusba szonátát írni, Bach stílusba fugát írni, stb. Stb. Egyre rémesebb. És nem az az oka, hogy ugye ez azt jelenti, hogy minden alkotó művészben meg kell lenni a képességnek, ez a minimum, hogy utánozni tud. Az összes többi utána jön. Ha nem tud utánozni, marha nehéz eredetinek is lenni. Nem azt mondom, hogy nem lehet, mert vannak rá példák. Na most az, hogy valakit utánozni, az nem azon múlik, hogy megtanulja a szakmát, hogy kell rajzot csinálni, hanem azon, hogy mi van a szerverbe. Mennél több képet ismer, mennél több zenét ismer, annál könnyebb utánozni. Következésképpen arról szól a dolog,
hogy nincsenek kellőképpen föltöltve. Ez az egyik része. A másik része, az, ami a zenében egy kicsit különbözik, ezt én körülbelül még a 60-as, 70-es években is éreztem, hogy, bocsánat, zenei terminológia következik, tám, tídam, ugye egy kis szekund megszólal együtt, az a közönségnek iszonyatosan fülfájást okoz, és emiatt a Bartóktól kezdve mindenkit, aki a 20. század elején volt, nem óhajt hallgatni. Igen ám, de és most nem is a Beatles-zenei, vagy nem is a Beatles-ek jöttek, akik egyszerű hármas hangzattal dolgoztak, tehát azt mondom, hogy redukálták még azt is, ami redukálható, egyébként nagyszerűen, ez egy más kérdés, tehát abszolút nem ellenük beszélek, aki szereti a Beatles-t, azt üdvözlöm, mert én is, hanem jött az utána lévő korszak a szintetizátorokkal és a zajokkal, a zajszerű hangszereléssel. És azt vettem észre, hogy manapság a fiatalabbaknak nem az a probléma, hogy milyen idézőjelben diszonáns hangzásokat hallanak, mert azt befogadják. Ha azt kortárs zenében hallgatják, azt is befogadják. Ismerős. A komplexitás a probléma. Az a probléma, hogy valami könnyen emészthető, vagy nehezebben. Erőfeszítést kell érte tenni, vagy nem. Na most itt kapcsolódok vissza a Dórához. Annak a idézőjelben közösségnek, vagy közönségnek, aki Mozart korába Mozartot hallgatott, akár a 19. században idézőjelben megint komoly zenét hallgatott, annak ott volt az a háttér, hogy minden családban legalább a lányoknak kötelező volt zongorát tanulni. Tehát zenét tanulni. Azáltal föltöltődött a szerverük. Következésképpen, amit utána hallgattak, az valahol összehasonlítható volt és ismerős volt. Ma ez nem kötelező. Én most mondanák egy példát, 1967-ben halt meg Kodály Zoltán. Utána a következő hangzott el Acél György, akkori pártkorifeus szájából, még egyszer nem engedünk így a fejünkre nőni senkit. És mit kezdtek csinálni? Mai napig itt nincs rendszerváltás, elkezdték leépíteni az általános zenei képzést. Ma nulla. Hát akkor mit várhatok attól, bocsánat, a művészethez hozzátartozik egy minimális fogékonyság, ami szerverkérdés. Láttam, össze tudom hasonlítani, egyszer fölfogtam, natán olvastam róla valamit, szóval ez edukáció is, és természetesen mindig vannak, akik érdeklődnek. Tehát nekem az az érzésem, hogy még egy példa, nem akarom húzni az időt, vagy magannál tartani. 2004-ben nyílt meg Rómába az a hármas nagy koncertterem. Egy 600-as, ez 1200-as és egy 3000-es koncertterem. Egyszerre. Tele van. Kortárs zenével tele van. Mi történt? Itt nincs tele. Tehát valami nagy szakadék történt a két világ rész között, tehát a Lajtán túl teljesen más a kortárs zene jellege. Az, hogy az opera, kortárs opera akkora siker ma nyugaton, az azt jelenti, hogy ott valamit tettek ennek az érdekébe. 1972-ben én elég sokszor jártam annak idején külföldön vagy utána, és ismerem a korosztályomat. Körülbelül ugyanabban a helyzetben voltunk, hogy többet tudtak utazni, de ugyanúgy nem érdekelte senki, amit csinálnak, mint bennünket. Sőt, bennünket még többen érdekeltek itt. 90-re ez tökéletesen megváltozott. Valahol abban a társadalomban fölismerték, hogy ez fontos, és elkezdték valahonnan, nem tudom mitől, mert nem tudom megítélni, támogatni. Itt fordított a helyzet. Úr,
Magyarországra szeretett volna. Nekem eszembe jutott közben az, hogy tulajdonképpen itt két vonal a Malavicsról volt az előbb szó, és a Fekete négyzetről, és a 20-as évek legelején egy holland művész, egy avantgárd manifestum kapcsán, a konkrét művészet manifestuma kapcsán mondta, hogy az emberek azt mondják, amikor látnak egy képet, amin egy parasztasszonyon ábrázolva és egy tehén, hogy na hát itt egy parasztasszony a tehénnel, holott nem arról van szó, ott festék van, ott színek vannak, amelyek egymásra hattak, stb. Tehát egyrészt van ez az úgynevezett a magas kultúrában létező dolog. A másik pedig az, hogy aki ma körülnéz, és nem csak ma, hanem most már jó 20 éve, vagy nem tudom mennyi, hogy a különböző hosszú falakon, a vasutak mentén, stb. Egyszerűen megjelenik az absztrakt művészet, mégpedig egy populáris szinten. És ki kérdezi azt tulajdonképpen, hogy most ennek van-e értelme, vagy sem. Lényeg az, hogy ott különböző nagy formák, nagy eleganciával gyakran és szellemességgel egymásba kapcsolódó színek és formák működnek, ezek a grafitik. Tehát két oldalról is meg lehet közelíteni azt, hogy ez érthető végül is, csak rá kell vezetni. Ezek a graffitisek egyébként betüremkedtek a képzőművészeti egyetemre is, és ott tanulnak, és átviszik ezt a két dolgot, összekapcsolják, és valami más csinálnak belőle. Ezek az igazi koltársak, azt hiszem. De hát azért a graffitinek is megvan a maga zsenije. Ugye Banksy egy nagy művész, véleményem szerint. De nem értem, szóval most azok a konkrét magyar helyzetre, vagy a kelet-európai helyzetre vonatkozó kritikában biztos igazatok van, de maga a globális kép, nevezetesen az, hogy régebben, inkább most nem, ez egyszerűen nem igaz. Ma hatalmas tömegek érdeklődnek a világban a magas művészet iránt, egyszerűen azért, mert jóval nagyobb tömegek jöttek létre. És az meg, ugye a régebben a művészet aznak volt egy bizonyos kontinuitása. Tehát volt egy köznyelve a zenének, volt egy köznyelve a képzőművészetnek, amely kontinúsan épült, és a törések is értelmezhetők voltak. Ez kétségkívül megszűnt, ez hozta létre a régi művészetnek és az új művészetnek azt az ellentétét, amelyet például a zenében lehet a legélesebben érezni, ahol valóban tele van olyan nagy koncertező művészekkel a koncertvilág, aki nem ad elő kortárs művet, hanem klasszikusokat vezényel, klasszikusokat gordonkázik, klasszikusokat zongorázik, és nincs benne a programjában, hogy a kortárs művészet az egy külön programmá válik. Ez kétségkívül egy problémája a zenének. Nem így jelenik meg ez a képzőművészetben, ahol egyszerűen intézményesen vannak a galériák és vannak kiállítások, ahol kortársak jelennek meg, és vannak a múzeumok, amelyekben viszont hát a régi művészetet, régi művészettel lehet mindig találkozni, és ezek a múzeumok is áttörnek, ugye amikor néhány évvel ezelőtt Francis Bacon a ligeti értelmében már nem kortárs, mert már nem élő, de hát mégiscsak kortárs nagy festőnek egy retrospektív kiállítása a bécsi Kunsthistorisches Múzeumban volt, ahol az ő pápa képeihez hozzátették a klasszikus pápa képeket, ugye, akkor ott lehetett érezni ezt az áttörést, ahol a kortárs művészet, vagy a modern művészet és a régi művészet, a régi nagy művészet találkozik egymással. És van itt még valami, nevezetesen az, hogy mindannyian tele vagyunk előítéletekkel, és ezek az előítéletek nem negatívak feltétlenül, néha negatívak, néha pozitívak. Van valami képünk, neveltetésünk révén, kultúránk révén arról, hogy mi a művészet, és egy nagyon erős előreugrás, azt annak ellenállunk. Na most ugyanakkor viszont a mostani modern vagy mostani kortárs művészet éppen azért, amit mondtatok, nevezetesen a popularizálódó absztrakt, hogy olyan könnyű
a fekete négyzet, a Malevich fekete négyzete után fekete négyzetek tömegeit csinálni, amelyek üresek, miközben Maleviché nagyon is telített és nagyon is erős. Éppen ezért van kétség kívül valami provokáció. Ugye a filmben például a lassúság, erre Bíró Évet hívta fel a figyelmet, hogy miközben a népszerű film az rettenetesen gyorsá válik, ezt ugye mindenki látja, aki egy Kalambó filmet megnéz most, hogy milyen hihetetlen lassúnak érezzük. És én nekem az a véleményem, hogy a Harry Potter sikere is tulajdonképpen ezen alapul, én mind a 10 vagy nem tudom hány kötetét elolvastam a Harry Potternek, és az volt a tapasztalatom, az a hipotézisem, hogy a sikerének a titka a rettenetes gyorsasága, hogy nincs leírás benne, hogy minden egyes bekezdésben valami akció történik. Hogy ez a nő zsenialitása, mert egyébként természetesen egy fantasztikus, zseniális nő, most éppen detektív regényeket ír, és azok is remekek. Ugye, tehát van valami, ami... ahol a modern művészet, vagy a kortárs művészet azzal akarja tisztázni magát ebben a tisztázatlan helyzetben, hogy provokatívan lassú például, hogy provokatívan nehéz, hogy rettenetes feladatot állít a befogadó elé, és itt találkozunk az előítéleteinkkel, és akkor gyakran nevezünk bluffnek jelentős dolgokat, amelyek utóbbi jelentős dolgoknak bizonyulnak. Én ifjúkoromban lukácsista voltam, és amikor először láttam a blow up-ot, a nagyítást, akkor kijöttem a moziból, és azt mondtam, hogy ez allegória, ez Lukács egy negatív kifejezése volt, az allegória az, ami elvetendő. Ez egy allegórikus film, mondtam. És ez volt a véleményem róla, és ezt fennen hangoztattam. És azt vettem észre a következő években, hogy filmeket, amelyeket nagyszerűeknek tartottam, elfelejtettem, és ezt a nyomorult blow-upot nem tudtam elfelejteni. És újra és újra és újra eszembe jutott, és amikor 10 év múlva újra láttam, akkor egy remek műnek találtam. De azért még azt is szeretném hozzátenni, hogy ha ma nézném meg, félnék, hogy már megint nem találnám remek műnek más okokból. Megnéztem, mert ugye minden évben ez nálunk tananyag. Remélem, most is remek műnek találnád. De ez egy nagyon bonyolult dolog a film esetében, és ebből a szempontból a film, vagy a mozgókép abszolút kakukktojás ebben az egész rendszerben, amiről beszéltetek. Ugyanis arról van szó, hogy ezekben a művészetekben, úgy gondolom, hogy arról van szó, hogy ezekben a művészetekben viszonylag megnyugtató módon kialakultak azok a csatornák, amin keresztül lehet tudni, hogy az igényes klasszikus, az igényes modern művészet, a kortárs gagyi, stb. Eljut a fogyasztóhoz. Teljesen nyilvánvaló, hogy aki egy Kurták koncertre megy, az nem ugyanaz azzal, mint aki egy Lagzi Lajcsi koncertre akar menni. Ez teljesen világos. És ugyanez igaz valószínűleg a képzőművészeti kiállítások esetében. Biztos, hogy nem ennyire éles a határvonal, de nagyjából megvannak ezek a csatornák. A filmnél talán azért, mert csak 120 éves, talán azért, mert úgy indult, mint a modern kor népművészete. Tehát egyszerre volt abszolút népművészet és a legmagasabb kultúra, mint a Chaplin és a többiek filmjei. A filmnél ezek nem alakultak ki. Jelen pillanatban is ugyan azon a felületen van minden, a Tar Bélától a Harry Potteren át a legvacakabb gagyiig. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy például Magyarországon, de máshol is, csak Magyarországon a helyzet súlyosabb, ugyanaz a központi alapítvány ad pénzt a legezoterikusabb művészfilmre és a legvacakabb gagyira. Ezeket a filmeket pontosan ugyanazokban a mozikban vetítik, ugyanúgy nézik a nézőszámot, tehát nem vált el egyszerűen ez a fajta típus és ez a fajta befogadás, az egyiken folyamatosan számon kérik a másikat, tehát a művészfilmen a közönséget, a közönségfilmen az igényességet, mert nincs meg az, hogy jut el a, nem a közönséget, mert olyan nincs, hogy jut el a saját közönségéhez, tehát egyszerűen nincs meg az, hogyha valaki a fekete négyzetre kíváncsi, akkor tudja,
hogy a fekete négyzetre megy be, és nem ugyanabban a Pláza moziban az öt cím közül, esetleg az egyik, ritkán van, de esetleg, most már nincsenek ilyen igazán minőségi filmek, de ez egy másik probléma, hogy oda megy be, és ott gazdagítja annak a jegybevételét. A második probléma, ami nyilván a többi művészetnél kevésbé jelentkezik, hogy a mozgókép az, amit ma már bárki könnyűszerrel otthon, a legvacakabb módon, a legvacakabb technikával letölthet, ettől, ebben a Sándornak igaza van, kialakul egy olyasfajta esztétika, amelyik erre a típusú nézőre épít, ez az a típusú néző, amelyik türelmetlen. A tévénéző is ilyen egyébként, mert átkapcsolgat, de ez még türelmetlenebb, tehát nem is a gyorsaságról van szó, nevezhetjük annak egyébként, hanem inkább arról, hogy folyamatosan valamilyen akciónak kell történni, tehát az életnek a lassú pillanatai, amik egyébként az élet ritmusát adják ki, azok nem jelenhetnek meg, mert abban a pillanatban ezen a felületen türelmetlenné válik az illető, és átkapcsol valamire, amiben ezt a fajta gyorsaságot természetesen megtalálja. Ez oda vezet nyilvánvalóan, hogy nagyon egyre szűkebbé válik az a kör és az a mező, amelyik még szuverén módon megpróbál, vagy újszeri módon. Ez nem feltétlenül lassúságot jelent, ez talán csak az egyik jele ennek. Szuverén módon, a Tarnál nyilvánvalóan a lassúságról van szó, megpróbál szuverén módon a maga nyelvén, vagy a maga által kreált nyelven a mozgóképen megszólalni, mert ennek vagy egyáltalán nincs tere, vagy olyan szűk tere van, hogy eleve vesztésre van ítélve a pompon lányok színpadán. Bocsánat, egy dolog, egyrészt a kánonok tekintetében szeretnék egy másik dimenziót is nyitni, azért a kánonok állandóan felülvizsgáltatnak, és nem föltétlenül csak az alkotók részéről, akik kötelesek felülvizsgálni a addigi kánonokat, mert a hagyománynak egy alkotó számára szerintem csak úgy van értelme, hogyha azt alkotó módon dolgozza föl, nem úgy, hogyha utánozza. De ez lehet egy vita kérdés. A másik egy konkrét példa. Dobszai László, aki tényleg az egyik legfantasztikusabb magyar zenész volt, kifejezetten nem szerette Beethovent. Mozarttal szembe. Tehát a mozarti formálásnak a mintája, a számára Beethovennél megszűnt, Beethoven motivumokat használ, és azt dolgozza föl, és ezzel mindig baja volt. És egyszer együtt hallgattunk egy előadást, és megszólaltam mellette, hogy hát azért ez a Beethoven jó szerző. Ezt mondtam a mondtam én, aki 18-19 éves koromban elviselhetetlennek tartottam. Beethovenen nőttem föl gyerekkoromban. És 18 éves koromban azt mondtam, hogy ezt nem bírom ki elviselni. És mondtam, hogy ez egy jó szerző. Azt mondja, hát persze. Ugye? Tehát egyszerre megvolt benne, mindennel valami a Mozartot imádta, azt is, hogy pontosan tudja, hogy ki a másik, de kánonba számára megfordult, lehet, hogy másnál teljesen másképp van. Egy másik történet, talán ez a fontosabb. Henrik Auel, aki a 30-as éveknek a egyik avantgárd zeneszerzője volt, és egy rövid ideig együtt dolgoztak John Cage-el, aki viszont ugye a 30-as évektől élete végéig az avantgárd zeneszerző volt. És a Henrik Auel az egyik amerikai egyetemen etnográfiai zenét tanított, és mint Amerikában ez ugye kötelező, be kellett vonulni esküszékre, közreműködni, és megkérte a Kést, hogy helyettesítse. És a Kés azt mondta, hogy ő életében nem foglalkozott ezzel, most mi a fenét csináljon. Azt mondta, menj be a lemeztárba, ott van egy polc, az mind etnográfiai zene, találomra vegyél ki egy zenét, tedd föl és játszd le. Ennyi. Bement, föltette. Talán a hallgatóság körében is vannak, akik láttak már, vagy hallottak tibeti szertartást. Véletlenül épp ezt húzta ki. Na most, hogyha láttak, akkor egy hatalmas ilyen gongot, vagy harangot, ugye egy irgalmatlan vastag fadoronggal
két szerzetes így marha erőfeszítéssel így meglódít egy rudat, nekivágódik a... Vissza, megint, én gyorsabb vagyok, tehát fél percenként szólal meg egy hang. Föltette, hallgatják, 8 perc után valaki fölordít, hogy hagyja abba, megbolondulok. Oda megy, udvariasan leveszi, ugye pikapos tű, megszólal valaki másik hang. Miért vette le? Most kezdett érdekelni. Ugye? És akkor a Cage elmond egy zen történetet, ami arról szól, hogy ha valami nem tetszik 2 percig, hallgass 4-ig. Ha nem tetszik 4-ig, hallgass 8-ig. 8 helyett 16-ig, és előbb rájössz, hogy érdekelni kell. És akkor csak egy példa, Lamont Young-nak van egy darabja, ami di-di, egy kvint. Végig ezt kell hallgatni. Tehát van, aki megbolondul fél perc után, van, aki elkezdi hallgatni, hogy mi történik ekkor. Mert elkezd vibrálni a hang, és egyre érdekesebb. Nagyon gyors reagálást hadd tegyek az Olihoz, mert azt mondta, hogy ugye a kánonok változnak. Ez egyrészt igaz, másrészt azért ez nem ilyen egyszerű, mert vannak bizonyos korszakok, amik kánonképzők, és nagyon gyorsan változnak. Én most csak a filmről beszélek. Tehát a 60-as, 70-es években hirtelen új kánonok keletkeztek, elképesztő klasszikus művek sora jött létre, amikor bemutatják Cannes-ban az Antonioni-nak a kalandját, akkor másnap az összes világlapban megjelenik 50 vezető értelmiségi nyilatkozata, hogy remek mű született. Ilyen film az utóbbi 20-25 évben nincs. Minden 10 évben van egy szavazása a Sight and Sound-nak, ahol mi filmesek 600-an, 800-an a világból megszavazunk minden idők legjobb filmjeit. Na most az első 20-ba a Keresztapa óta, ami hát azért most már legalább 25-30 éves film, nem tudott bekerülni. Tehát az Aranypolgár vezeti, 1941-es, vezette a legutóbbi szavazásig, most már csak a második, ezt ledöntötte a Hitchcock vertigója, de a dolog lényege az, hogy az első 20-ba nem tudott bekerülni a 80-as évek közepénél, de a Keresztapa is már majdnem, hogy véletlenül van benne, hiszen az már túl új. Kizárólag régi filmeket. Azt jelenti, hogy a kánon valahol nem újul meg, valamikor lezárult a 70-es években, és azóta ez a kánon pontosan ugyanez maradt, egyetlen magyar filmben minden idők 100 legjobb filmje között, hát az sem nagyon új, még én úgy gondolom, hogy másnak is joga lenne, az a sát, nem a szegény legények, annak lenne rá még joga, az mondjuk a Sátán tangó, de hát az is olyan 25 éves minimum, tehát nem, de az is a 37-edik, tehát nem a 20-ba van, tehát első 20 az valahol lezárult a 80-as évek közepén, ha kivettem a szegény legényeket, akkor valahol lezárult a 70-es évek közepén végén. Ez mondjuk azt hiszem, hogy a filmkritikusoknak a ízlését is bizonyítja, tehát hogy gyakorlatilag megmaradtak a közislésnek egy alacsonyabb hát, szintjén, annak mert ők szavaznak. De nem, egyébként filmesek is, két szavazás van, mert filmesek van. Nekik is, ők is ott maradtak körülbelül. Tehát két lista van. De én azon gondolkodtam, hogy igazából nem gondoljátok, hogy ott volt egy komoly váltás, tehát amikor a kortárs művészet, amit én annak hiszek, elkezdődött, amikor a 20. század, vagy 21. századi, de főként inkább 20. század elejétől kezdve a társadalom és a természettudomány olyan kérdéseket vetett fel, ami gyökeresen megváltoztatta azt a szemléletet, hogy hogyan látjuk a világot. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy elkezdi vizsgálni akár a kortárs zenét, vagy a kortárs képzőművészetet, főként erre lehet ilyen párhuzamokat találni, de mondjuk az irodalomban, vagy a filmben pedig az ember azt mondja, hogy a pszichológia eredményei, tehát mondjuk a freudizmus, tehát a mélylélektan, aztán később mondjuk a behaviorizmus, tehát a viselkedéstannak a hatása, nagyon erős hatása a gestáltnak, tehát a rész és az egész viszonya, ami ugye képzőművészeti alkotásoktól kezdve kortárs zenéig jelen van, a struktúrák és a rendszereknek a jelenléte, tehát ez egy gyökeresen másfajta gondolkodás, a matematikának a szerepe és a matematikai eredmények, ami hát mondjuk a Dórának a munkáiba is jelen van, de hát hogyha az ember azt mondja, hogy nem tudom, elkezdjük Schönbergtől a zenetörténetet, vagy azt az időszakot,
Tehát, hogy olyan kérdéseket és olyan problémákat vet fel a művészet, ami alapvetően más, mint amit az emberek, a befogadók többsége a művészettől vár. Tehát nem is értik, hogy nekik most struktúrákban kellene gondolkodni, vagy mondjuk a szeriális zenében most azzal kellene gondolkodni, hogy akkor hogy jelennek meg ezek a különböző etapok és rendszerek egy zeneművön belül, amire lehet párhuzamot tartani a képzőművészetben. Vagy hogyha mondjuk a irodalmat olvasnak, akkor még mindig a sztorit keresik, tehát a filmnél ugyanez van. Tehát a képnek, a látványnak a súlya és a hatása, az irodalomban a szövegnek a hatása, az a nagy közönség számára sokkal kevésbé jelentős, mint ami a művészi hozzáállást illeti. Tehát érzitek ezt a fajta... Tehát a film a mi generációnk számára, amikor fiatalok voltunk, akkor egy olyan fontos művészet volt, hogy ha Jancsó Miklós csinált nekünk egy filmet, akkor kutya kötelességünk volt azt megnézni. Ma ez nem így van, ugye? Tehát az, amit te mondasz a kánon megszűnésével, az lecsökkent a film esetében, és... Ugye a másik érdekessége a filmnek, hogy az a filmkánon van az, hogy Hitchcock olyan magas helyen van, hogy a Keresztapa, ami egyébként szerintem egy abszolút remek mű, egy ilyen magas helyen van, az mintha ellent mondana más művészeteknek, más művészetek provokatív természetének, mert ezek hatalmas közönségsikerek, hát Hitchcocknál jobban a hatásokat, a közönség hatásokat nem igen ismerte művész, vagy Fellini elragadó és hihetetlen népszerű és populáris művészete. Máshol ez valóban nem így van, és nem is, és régen nem így van, mert ugye amikor erről a provokatív karakteréről a kortárs vagy modern művészetnek beszéltem, akkor hirtelen eszembe jutott Baudelaire. Hát Baudelaire eléggé régen írta a verseit, és ezek a versek a sok hatásra alapultak, az unatkozó közönségre. Ugye azt mondja a bevezető versében, a rossz virág, vagy a romlás virágai bevezető versében, én álszent olvasom, képmásom, bús fívérem. Ugye az álszent olvasó, az hipokrit lektőr, ugye a hipokrita, akit nem lehet kizökkenteni, akit hatalmas sokkokkal kell kizökkenteni. Éjszaka egy fertelmes zsidónővel az ágyon kezdődik egy verse, vagy egy dög, az a címe egy versének, ugye? Tehát hatalmas sokkokat kell létrehozni ahhoz, hogy a közönség odafigyeljen, és ez nem tegnap volt, hanem 150 évvel, vagy igen, 150 évvel, vagy még 160 évvel ezelőtt, ugye? Van egy amerikai művészetfilozófus, nemrég halt meg, nagyon jelentős ember volt és nagyszerű. Kevés olyan filozófus egyike volt, akinek humora volt. Arthur C. Dantónak hívták. És őneki van egy művészetfilozófiai könyve, amelyben azzal szórakozik, hogy azt mondja, hogy képzeljünk el különböző egymástól érzékileg megkülönböztethetetlen dolgokat, amelyek közül az egyik művészet, a másik nem művészet. Például azt mondja, hogy tegyük fel, ez egy fikció, hogy Picasso egyszer egy monokróm, zöld színű nyakkendőt alkotott. Nem alkotott ilyet Picasso, de a nyakkendő egy időben, az 50-es években az avantgardnak egy nagy témája volt. És azt mondja, és ahol kiállították, a múzeum igazgatónak, az 5 éves kisfiának ez annyira tetszett, hogy a papája egyik nyakkendőjét belemártotta egy zöld festékbe, és ezzel létrejött egy tökéletes másolata a Picasso zöld nyakkendőjének. És akkor még keverjük meg azzal is, hogy egy hamisító alkotott egy harmadik zöld nyakkendőt. És még azzal megtekerjük, hogy a három zöld nyakkendő valahogy összekeveredett, és a kisfiú nyakkendője a bűnügyi múzeumba került, a hamisítások közé. A hamisított nyakkendő a múzeumba került, mint Picasso műve, és a hamisítónak a műve pedig a gyerekszobába.
Ugye? És akkor Danto azt a kérdést teszi fel, hogy mi alapon, milyen alapon lehet megmondani azt, hogy melyik ebből a műalkotás, és a másik kettő miért nem műalkotás. És a válasza az, hogy interpretáció, méghozzá a művész egész élettörténetének, egész művészeti fejlődésének ad erre választ, amelyben a gyerek esetében és a hamisító esetében nem lehet beilleszteni, Picasso esetében be lehet illeszteni, hogy fejlődése vagy változása ezen pontján miért alkotott egy ilyen nyakkendőt. De honnan tudod megkülönböztetni, hogy melyik az eredmény? Ez hát, volt a kérdés, fölmutatom nem a nyakkendőt, tudjuk, tehát nem tudjuk, és igen, akkor most ez értékes-e vagy sem? Nem tudjuk megkülönböztetni, mert ez világos, hogy itt a piac zárójelbe van téve. Itt végül is fikcióként feltesszük, hogy van Picassónak egy nyakkendőre, és annak van értelme, az interpretálható, a másik kettő viszont csak a gyerek feszélye, illetve a hamisító érdeke. De van egy másik példája az, hogy tegyük fel, mondja, hogy egy nagy teremben megrendelnek két festőtől egy freskót. És itt készül az egyik freskó, ott készül a másik freskó. Középen el van választva, soha nem látják, hogy mit csinál a másik. Bekövetkezik a lelepleződés pillanata, és az a döbbenetes dolog történik, hát ez a humor a Dantónak, hogy tökéletesen, érzékileg, tökéletesen megkülönböztethetetlen az egyik kép a másiktól. És mégis, mondja, az egyik kép egy tökéletes remekmű, főműve az illető nagy művésznek, a másik kép viszont hát hanyatló ágában mutatja a művészt, aki hát bizony már nem, nincs a képességei teljében. Kétségkívül itt ki van valami véve, nevezetesen az érzéki elem, ami nagyon fontos a művészetben, de hát a koncept artban ki van véve ebből. Általában a koncept artban ki van véve. Nem lehet teljesen egyetérteni Dantó ezen játékaival, de valamit megvilágít, nevezetesen azt, hogy az interpretáció, tehát az, hogy megértsük, hogy miért alkotja fejlődése, változása egy bizonyos pillanatában a művész éppen ezt, és nem mást, ennek hihetetlen jelentősége van, és ebben az értelemben lehet az egyik a csúcs, a másik pedig a hanyatlásnak a dolga. Jó, nehéz dolga van nekünk, Gyurinak és nekem, mint két kritikusnak, amikor két élő klasszikussal ülünk együtt, és ezt nem viccből mondom, hanem komolyan mondom. Nem, semmi, csak a viccet. Ja, igen. Jó, én egyébként számomra egyébként teljesen egyértelmű, hogy nem lehet egy kalap alá venni a különböző művészeti ágakat. Tehát annyira speciális, tehát még a zenét és a képzőművészet közti párhuzamot a kortárs művészetben sokkal könnyebben tetten lehet érni, mint mondjuk a film vagy akár az irodalom esetében a színházról ugyanezt lehet elmondani. Tehát lehet, hogy nincs úgy általában kortárs művészet, hanem amikor kortárs művészetről beszélünk, akkor itt művészeti ágaként is nagyon-nagyon lényeges a különbség. Tehát, hogyha a felvetődött problémákról beszélek elsősorban. Amiről Sándor beszél, az a egyedi műalkotás. A filmnél ugye itt, ezt már Walter Benjamin megírta a művészetek sokszorosíthatóságával kapcsolatban, és azóta nagyon sokan leírták. Ugye már a fotónál is, tehát már minden fotografikus művészetnél nincs eredeti, egyedi alkotás. Tehát számos módon sokszorosítható, a Picassónak a zöld kendője az ott van minden moziban. És itt nem tudjuk, nincs egy autentikus alkotás, hanem gyakorlatilag egy sokszorosított példánya van ugyanennek. Ha jól értem egyébként, ez nem teljesen az én területem, de az Andy Warhol például nagyon gyakran pontosan ezzel játszik, hogy nincs eredeti egyedi alkotás, hanem sokszorosíthatóság van, és másolatok vannak, és csak másolat van, és ebből kifejezőleg minden másolat eredeti, és ez egy új megvilágításba helyezi ezt az egész, úgy gondolom, hogy dantei nyakkendő problémát, kizárólag a mozgókép területen, a nyakkendőnél marad a probléma. Hozzájárultuk ahhoz, hogy akkor most adjunk lehetőséget a közönségnek, egyrészt, hogy hozzászóljon, másrészt lehet, hogy sokkal jobb kérdéseket fognak föltenni, mint én. Tessék, parancsoljon. A különböző művészeti irányzatok jeles képviselői vannak itt.
milyen közös vonásokat látnak a kortárs művészet vonatkozásában az egyes művészeti ágak saját maguk által nagyon jól ismert képviselt, tanított és művelt képviselt irányzatok között? Mi a közös és mi a különböző ezek között a jelenlegi kortárs element, generális művészeti életben? Köszönöm. Ha én válaszolhatok először, akkor engem természetesen az érdekel, amit már elmondtam. Ja, bocsánat. Köszönöm. Tehát az én válaszom erre az, amit már elmondtam, hogy engem természetesen az érdekel, hogy mi az experimentum benne, tehát mi az, ami bevon, amit még nem láttam. Egyébként az egyéniségre meg csak annyit jegyzek meg, Gropiusnál, aki azért a 20. század egyik legnagyobb építésze volt, a műhelyébe egy hallgató, illetve egy fölvett tanult, azt mondta, hogy Gropius nem hagy helyet az én egyéniségemnek. Gropius oda tett elé egy üres papírt, és mondta neki, hogy írja le most a saját nevét. Leírta. Na látja, ez az egyénisége. Én is szeretnék erre valamit mondani. Ugye az előbb célzást tettem arra, hogy élő klasszikusokkal ülünk itt együtt, ez nehézzé teszi a kritikus dolgát, mert természetesen ez az egyik lehetőség, az experimentálisnak a keresése, a mindig újnak a keresése, annak, hogy ne írjuk le adott esetben, hanem nézzük a hatását, és így tovább. De hát van más is. Nem lehet választ adni arra a kérdésre, hogy mi az egység. Az egység a pluralizmusban van. Nagyon-nagyon sokféle irány, és nagyon-nagyon sokféle lehetőség van. Maga a kezdet nagyon régi időre megy vissza. Ugye Dante azt mondja, lámfestészetben Cimabue tartott minden helyet, s Magiottót kiáltják, s Amannak híre étszakába hajlott. Ugye? Tehát Cimabue akkor Dante percepciójában aktualitását elvesztette, és Giotto következett. De Cimabue ma megint aktuális, amennyiben a legnagyobb mesterek egyikének tartjuk, és természetesen Giottót is. Halló? Igen. Csak annyiba szeretnék reflektálni. Én nagyon el tudok képzelni más zenét, amit tetszik, amit nem ennek következtében. Tehát a pluralizmusom megvan, mint hallgatónak, mint befogadónak. Én csak azt mondtam, hogy mit várok el tőle is. Stockhausen mondta, találjon ki valamit, és lepjen meg vele. Ez minden művészetre szerintem érvényes. Csak nagyon röviden, itt most gyakorlatilag szinte versengünk, hogy ki tud több anekdótát és idézetet elmondani, pedig nem erre készült egyikünk se, csak úgy látszik, ez most itt a levegő kiváltja. Ugye, hogy a filmben nincsenek igazán mesterek, és nincsenek igazán jelentős alkotások, ami nem feltétlenül baj, vannak korszakok minden művészetben, amik aranykorok, és vannak hanyatló vagy zavarodott korszakok is. A 80-as évek elején Tarkovszky, aki az utolsó mesterek egyike volt, zsűrielnök volt a Velencei Filmfesztiválon, és azt mondta, hogy most jöttem meg Velencéből, és korunk filmművészetének teljes hanyatlásáról győződhettem meg. Ha most elmenne Velencébe, akkor valószínűleg meggyőződhetne arról, hogy azóta a helyzet nagyon sokat romlott. Kinek lenne még kérdése? Közben, amíg a mikrofont esetleg oda viszik, hogy annyit szeretnék tőletek kérdezni, hogy aki a modernizmus után született, illetve alkotott, de már meghalt, és nem kortárs, az micsoda? Tessék! Nagyon rövid leszek, csak egy mellék problémára szeretnék rámutatni. Ugye senki se várja el a katedrálisok tervezőjétől, hogy ő maga építse fel a katedrálist. Ugye általában nem szokták megkívánni a szobrászoktól, hogy ők maguk öntsék ki a bronzszobrot, vagy akár annak a több példányát. Ezért nekem a zöldnyakkendő probléma nagyon egyszerű. Az a szerző, aki a zöldnyakkendő koncepcióját kitalálta,
még akkor is esetleg a második, harmadik zöldnökendő szebben sikerül. Köszönöm. Tessék, kívül. És hogy milyen ez a világ. És próbálta leírni a világot, és akkor próbálta szavakra leírni a világot. Nem, jó. Nem tudok elérni. És kicsit közelebb. Amikor sikerül szavakkal leírni, az egy dolog volt, és utána megpróbálta másképp is leírni. És ezek volt a képi, meg a hanggal befogadható, meg a tapítással, meg illatokkal, meg stb. Befogadható dolgok. És hogy ez nem sikerül, mert hogy ez úgynevezett implicit dolog, tehát ezt nem lehet leírni, ezeket nem lehet egyértelműen tudatni és közölni a többi emberrel. Tehát ezért van az összes művészet, ezért van az összes törekvés, hogy próbáljuk meg másképp, és próbáljuk meg még egyszer, és még egyszer, és hát ha megértik, nem fogják megérteni azt, amit én mondok. Megpróbálom megközelíteni, de akkor sem fogják megérteni. Most a kérdés az, hogy tényleg mindig új és új eszközöket és módokat és formákat kellett találni annak a közlésére, hogy én mit érzek, vagy pedig a régiek is elégségesek el. Igen, köszönjük. Tessék, igen, ott hátul. Köszönöm szépen. Lapnál Tamás vagyok, a Pécsi Művészeti Kar dékánja, és a kérdésem látszólag zenei természetű, de gondolom, hogy nem csak az, és elsősorban Jenei Zoltán professzorhoz tenném fel a kérdést. Tehát a kérdésem látszólag zenei természetű, de annál több, hogy gondolom. Azt szeretném kérdezni professzorútól, elsősorban professzorútól, hogy ő hogy vélekedik John Cage azon mondatáról, hogy minden, ami szól, az zene. Jó a kérdés, messzebbről indítok, és ez a kánonokra is vonatkozik. 1964-ben Varsóba hosszú autostopp után Vidovszky Lászlóval hallgattunk egy a Cunningham Ballett előadását, amelynek a zenei vezetője John Cage volt. És rengeteg mindent kánonná vált neveket, Lutoszlavszky, Penderecki, Bulez, stb. Hallottunk. És a John Cage-el meg a Cunningham Ballettel úgy voltunk, hogy ezt érdemes lenne elfelejteni. És el is felejtettem. És 70-71 fordulóján Vidovszky Párizsban volt, és látott egy komplex előadást Music Circus címmel, amit a John Cage csinált, és lelkendezve írt. És akkor azóta is képszerűen előttem van, amit 64-ben láttam, sok más kanonizált darabbal ellentétben, amit elfelejtettem, élesen bevésődött az agyamba, és elkezdtem gondolkozni, hogy mi lehetett a probléma, hogy akkor nem tudtam, hogy ez mi. És még akkor se tudtam, de elkezdett érdekelni John Cage, azért, mert valami gyanús volt. És elkezdtem tanulmányozni a műveikkel abból a szempontból, amíg rá nem jöttem, hogy nagyon rossz volt az előadás 64-ben, mert elkezdtük mi is játszani ezeket a darabokat, és kiderült, hogy egy blöff volt az előadás. Most már végre rátérünk a témára, ugye? Tehát a zene abszolút nem mentes attól, hogy hogy játsszák. Na most John Cage-nek tökéletesen igaza van ebben a mondatában, és nem csak ő tett ezért, hanem 49-től a francia konkrét műzik, vagy Stockhausen, akik teljesen más ideológiával dolgoztak, igenis, a zene alapanyaga a hang, ami mindenféle hang. Tehát az, hogy az európai hangrendszer, vagy az európai gondolkodás hosszú ideig csak hangsúlyjelzésre használta az ütőhangszereket például, amik ugye többségében nem hangoltak.
Tehát attól, hogy egy ütőhangszert, egy dobot meghallok, nagyon ritkán, az üsdobot kivéve, ugye nagyon ritkán tudom megfogalmazni a konkrét hangmagasságát. Tehát az európai zene története a hangmagasságok története, mégpedig furcsa módon abban a sorrendben, ahogy a akusztikusan egyre magasabb felhangokat, tehát a hangnak egyre magasabb részeit halljuk. Tehát ez mély, muszáj ennyire belemennem, bocsánat a kérdésébe, de hogyha egy nagyon mély zongora hangot hallunk, akkor azt a mély hangot abból halljuk, hogy együtt szól vele a títi, az oktávja, a kvintje, tehát a harmadik, a negyedik, ötödik, hatodik, stb. Felhangja. 1979-ben a párizsi Irkánban egy mély zongora hangot analizáltak, és 79-szer, tehát 79. felhangját analizálták. A 78., 79. olyan közel van egymáshoz, hogyha azt kiegészítjük, az zörej a mi fülünknek. Tehát amikor a John Cage ennélkül az analízis nélkül azt mondta, egyébként ezt Edgar Varese, aki a New York zajait vette föl, magnetofonra kutatta, tehát, hogy minden hang alkalmas lehet zenére. Tehát a zene alapanyaga lehet. Ezt én is vallom. Az, hogy ebből mi lesz, az egy más kérdés. De neked is van ilyen műved egyébként, ami gyári zajokból... Egy kiállításra készítettem, annak a Dunai Vasbűbe vettem föl hozzá hangokat, meg egy üvegföldolgozó üzembe. Igen, de hát nem én vagyok az egyetlen. Rengeteg ilyen darab van. Pillanatra vissza akarok térni a szerzőség, elsőség kérdésére. A nyakkendő, hogy a megoldás az volna, hogy ki az, aki először csinálta. Van a Bécsi Képzőművészeti, Szépművészeti Múzeumban egy kép, hatalmas kép, amely II. Fülöp spanyol királyt ábrázolja egy hatalmas doggal. És ugyanezt a kép, nem tudom hol van, egyszer kiállították a kettőt egymás mellett, és akkor vontam le ezt a tanulságot. Ugyanez, ez egy jelentéktelen, vagy kevésbé ismert festőnek a képe, és van Tiziánónak, hát a művészettörténetek legnagyobb alakjának, egy ugyanilyen képe. Sokáig teljesen evidens volt, hogy Tiziano a zseni megfestette ezt a képet, és ez a jelentéktelen német festő utána festette, de néhány éve vagy évtizede kiderült, hogy fordítva van. És ha egymás mellett látjuk a két képet, Tiziano mindent átvett, a kompozíciót, mindent átvett, és valami hihetetlen csoda révén, amely persze elemezhető és megmondható, tehát kielemezhető, hogy miért, az egyik egy remek mű, a másik pedig egy jó kép. Ugye? És ő volt a második. És ez nem ritkán van, hogy az utánzó lesz az igazán nagy. És ez mond ellent annak, ami a lényegében a 18. század második felétől kezdve az alapvető és jelentős dogmája a modern művészetnek, hogy újat kell hozni. Teljesen igazat adok. Egyébként az újat nem abban mondtam, hogy minden ezt el is mondtam, nem minden eszköznek kell újat lenni, csak emelje ebbe a szintbe. Tehát a Romain Rollandnak van egy nagyszerű tanulmánya Handelről. Rengeteg, van, amikor tételeket vett át Stradellától, egy olasz szerzőtől, egyszerűen attól jobb, hogy egy hanggal följebb transponálta. Ennyi. Tehát én nem, ez ellen én nem beszélek, csak az ellen, hogy tényleg a Stockhausen a legjobb. Találjon ki valamit és lepjen meg vele. A Handel meglep. Ginich professzor. Azt hiszem, hogy valamennyien igen nagy élvezettel hallottuk ezt az informatív beszélgetést. Tulajdonképpen Jenei professzor kicsit átért a témának az utolsó részére, a blöffre. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogy látják a kerekasztal résztvevői, hogy mi a blöffnek a szerepe, illetve a sznobizmus szerepe abban, hogy a blöffet elfogadjuk modern művészetként. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezt sokan kutatják, és Amerikában, Amherst College-ban van egy egész komoly kutatása az úgynevezett bluffnek, és meg is jelent a University Press of Amherst College-nak a kiadványában egy elég vaskos könyv, aminek az a címe, hogy The Anatomy of Bluff in Arts,
special regards to film, és ezt egy Samuel Horowitz nevű professzor szerkesztette, és ezen belül, nem akarom az összeset természetesen elmondani, de ezen belül egy Yasujiro Mizoguchi, remélem jól ejtem nevű japán szerző, nagyon érdekes dolgot mondott, írt le ebben a tanulmányában a Blöffről, hogy a művészet állít. A művészet vagy azt állítja, hogy igen, vagy az, hogy nem, vagy a kettő között az, hogy talán. A Blöffnek viszont az az állítása, hogy mintha. Na most ezt aztán többen taglalták, a Maybridge-nél ez egy narratológiai szférába került át, tehát a történet mondásnál használják föl ezeket az elemeket. Van ennek mindenféle szemiotikai és egyéb vonatkozása. Na most, amit most elmondtam, abból egy szó nem igaz. Tehát ez egy blöff. Tehát nincs az Amherst College, az létezik, az egyetlen, ami létezik. A japán kutató neve az két japán filmrendezőjéből volt összetéve, Yasujiro Ozuból és Kenji Mizoguchiból. Nagyon jó japán filmrendezők egyébként. A Maybridge az természetesen egy ősfilmes, stb. Stb. Tehát, hogy a Blöff nagyon könnyen tudja a valóság láttatát kelteni, egyre könnyebben tudja, hiszen kialakultak, én most a tudományos blöffről beszélek, most a tudományos blöfföt játszottam el, ami a könnyebb dolog, de egyszerűen, hát ugye itt elég sokan vagyunk egyetemen, és tudjuk, hogy milyen könnyű annak a látszatát kelteni, hogy valaki egy nagyon komoly tudományos dolgozatot írjon, és ezáltal 3 doktorátust kapjon, magam is adtam már néhány ilyen doktorátust, úgyhogy pontosan tudom, hogy ezek milyenek. Ez most vicc volt természetesen. Már nem az, hogy magam is adtam, az nem volt vicc. Az nagyjából igaz volt. Ugye itt a kérdés az, hogy a blöff és a művészet. És hát ez nyilvánvalóan borzasztó nehéz, és egyre nehezebb elhatárolni, de nagy valószínűséggel, ha most a filmnél maradok, akkor az úgynevezett populáris filmnél nem beszélhetünk blöffről. Az nagyjából az, ami. Azzal nincs mit tenni, az úgy vacak, ahogy van, vagy úgy nem vacak, ahogy van, de az nagyjából nem blöfföl, mert nem tud betévedni a blöff területére. A blöffnek a kiemelt területe az úgynevezett művészet, amikor megpróbál úgy, mint ahogy a tudomány is, ahogy az előbb igyekeztem utalni rá, tehát, hogy megpróbálja eljátszani azokat a jeleket, azokat a struktúrákat, azokat az egyezményes kódokat, amelyek a művészetet jellemzik. Na most itt aztán, és itt jön a probléma természetesen, ugyanúgy, mint ahogy az előbb röviden előadott blaffológiai kutatásnál, hogy ember legyen a talpán, aki ezt meg tudja különböztetni a valóditól, hiszen a művészetben is és a tudományban is egyre több az a fajta séma, akárhogy hívjuk, amit le lehet követni, és tökéletes blöfföt lehet alkotni. Ma az úgynevezett művészetek, én most a filmről beszélek, de a filmművészetnek egy nagyon jelentős részére azt lehet mondani, hogy blöff, és erre csak azt lehet mondani még, hogy vagy nem, de akkor tévedtem. De ezt tényleg, de ezt nagyon nehéz megkülönböztetni. Én nagyon sokszor állok föl, úgyhogy azt mondom, hogy blöff, nagyon valószínűleg igazam van, egyre könnyebb blöfföket csinálni. Valószínűleg volt egy klasszikus, tehát a reneszánszban, a festészetben nehezebb volt blöffölni. A fekete négyzet korába, vagy a nyakkendő korába teljesen nyilvánvalóan sokkal könnyebb blöffölni. Hát igen, jó, Arany Jánossal egyetértünk amúgy. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk, és a Gyuri is kezdte ezt pedzegetni, meg a Sándor korábban, amikor szerkesztőként azt mondtad, hogy amikor elolvastál egy verset szerkesztőként, és azt mondtad, hogy ezt most miért írta valaki, nem tudom, 2010-ben, hogy tulajdonképpen a technika szerepéről nem beszéltünk a kortárs művészetben. Tehát nem lenne kortárs művészet, hogyha nem lenne videó, tehát most csak a képzőművészetről mondjuk, és a zenéről beszélünk, tehát ha nem lenne videó, nem lenne számítógép. A filmben, hogyha az optika nem ott tartana, hol tart, ha nem lennének olyan kameramozgató berendezések, amilyenek vannak, ha nem lehetne a legegyszerűbb kütyüket vásárolni a különböző elektronikus boltokban, amivel már igazából egy átlagos ember is tud mozgóképeket készíteni,
akkor nyilvánvalóan a kortárs művészetnek egy sor szelete értelmezhetetlen lenne, vagy mondjuk nem tudom, ha Stockhausennek nem csálták volna meg a szférikus auditoriumot 1970-ben az oszakai világkiállításra, akkor előadhatatlan lett volna az a mű, és nincs is valószínűleg sok olyan koncertterem, ahol az a mű olyan minőségben adható elő. És hát, amit a Gyuri mond az előbb, tehát meg ami szóba került, hogy nyilván Rembrandt korában blöffölni, vagy Rembrandt korában rossz képet festeni, az sokkal feltűnőbb volt, mint ma a technika korában létrehozni olyan alkotásokat, aminek 90%-a esetleg technika a konceptnek lopott. De azért ehhez is hozzá kell tenni, hogy ezzel a technikai fejlődéssel és a technikai lehetőségekkel szemben is fellép a művészet, méghozzá gyakran provokatívan megtagadja, éppen nem akarja. Van például egy nagyon jelentős képzőművész, nem tudom, Dóra maga szereti-e, Kentridge, én egy nagyon nagy művésznek tartom, dél-afrikai egyébként, nem ott él már, aki olyan tulajdonképpen majdnem 19. századi szerkezeteket csinál, amikben éppen az régi módiság, az elavultságnak nagyon nagy jelentősége van. Tehát az, hogy nem a legmodernebb technikával dolgozni, és biztos, hogy van ilyen a filmben is, például, ha jól tudom, a Salfia-nál, amit még nem láttam, de te már írtál is róla. Hát itt meg a Fekete-Fehér, meg a Néma film visszahozatala, de hát egyébként a Jenei Zolinak ugye van olyan műve, ahol a Gregorián dallamokat dolgozza fel. Hát nagyon sok úgynevezett remake van a zenébe is, ahol csak bizonyos hangzások emlékeztetnek, arra senki nem jön rá, hogy mi, de ugye egyszerűen olyan hangzásokat használ, amit mintha valahonnan ismernénk, ugye mégis az egész kompozíció teljesen újszerűen hat. Úgyhogy természetesen ez is egy új eszköz. Csak az előbbi blöfflöz, hogy föloldjam ezt a hirtelen nagyon gondterhelté vált dolgot, hogy mi a blöff. 1970-es évek elején ugye a fiatal Kocsis Zoltán, akit ma mindenki ilyen joviális, beérkezett embernek tart, ugye Berkes Kálmánnal és Szenthelyi Miklóssal Szófiába koncertezett. Hatalmas sikerük volt, és a végén bekonferálták Berkes Kálmán házmesterének nevével egy kompozíciót, amit ott rögtönöztek. Meg kellene hallgatni, hogy blöff volt-e. Mert ha improvizáció volt, lehet, hogy jobb volt, mint bárki ilyet írt valaha. De hogyha a házmester nevével volt eladva, akkor blöff volt. A gesztus biztos, hogy blöff volt. Bocsánat, hát nem, hát egy csomóan játszanak az Eszterházitól kezdve a Parti Nagy Lajosig, hogy szerzők nevével játszanak, és közben ők írják. Tehát ez nem feltétlenül blöff, bocsánat. Van itt még egy dolog, amire egészen röviden akarok utalni, nevezetesen az, hogy egy komoly veszély ma a művészetre az, hogy a piac valóban eluralkodik. Tehát, hogy annak alapján fogunk egy művészt belőni esztétikai szempontból, hogy mit ér el a piacon. Ez például a képzőművészetben vannak egész extrém példák erre. Jeff Koons, vagy hogy hívják ezt a embert, aki egy hatalmas halat tömött ki, és... lehet. Jó, tehát nevezetesen az, hogy egy árverésen mit ér el egy képzőművész, az valószínűleg nagyon kevéssé függ össze az esztétikai értékével, és ezre valóban van egy erős hajlam, hogy ennek az alapján mérjük. Ennek az alapján csináljunk egy értékhierarchiát, ami tökéletes abszolút. Kérdés? Van még? Vagy már elkezdett hatni a bor? Tessék? Elnézést kérek, én Szabó Mária vagyok, az ELTE természettudományi karáról, és abszolút természettudós. Nálunk a blöff elképzelhetetlen.
Tehát szakdolgozat cikkírásnál nincs ilyen, mert beírjuk a keresőben ezeket a kulcsszavakat, és rögtön kiderül, hogy valaki lopta, vagy magától írta. De nem ez a lényeg, amit szeretnék mondani, hanem visszatérve itt a 20 perccel ezelőtti hozzászóláshoz, hogy bizonyos művészek nem szeretnék, illetve nem szerették a múltban azt, hogyha valakihez hasonlítják magukat. Vagy egy kiállításon, mondjuk festőket hozott fel, azt hiszem példaként, hogy ők önmagukat valósítják meg, és ne hasonlítsák Rembrandt hozzá, vagy Van Goghoz, vagy Guggenhez. És én a zenéből hoznám fel a példát, amit itt a dékán úr is mondott, hogy azért vannak ellenpéldák is, mert például Gluck, Richard Wagner, Richard Strauss és Gustav Mahler büszkék arra, büszkék voltak arra annak idején, hogy egymásnak a folytatásai voltak. És erre van példa, hogy igenis lehet tovább vinni egy művészeti irányzatot. És nem kell elhatárolódni attól, hogy én más vagyok, mint az elődöm. A másik az, hogy a művészet az most mit jelent? Kinek mit jelent? Azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, a művészet azt jelenti, hogy én mit érzek, amikor meghallok egy zeneművet, vagy eljátszom egy zongorán valakinek a művét, vagy meghallok egy operát, vagy meglátok egy festményt, hogy én mit érzek. És nem érdekel az, bocsánat, hogy a kritikusok mit mondanak, és elnézést kérek a kritikusoktól ezért. Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid kiigazítás, amikor én a blöffel blöfföltem, akkor nem a plágiumra gondoltam, a plágiumnak a világon semmi köze nincs a blöfföz. Ez két totálisan különböző dolog, kár, hogy ez itt összekeveredett. A plágiumot könnyen tetten lehet érni, a blöff egy egészen más kategória. Visszatérve arra, hogy, illetve a kérdés másik részére, ami szerintem nem csak a zenére vonatkozik, hanem az összes művészetre, tehát az, hogy van-e folytonosság, vagy ugrás van, ugye nem kisebb művész, mint Bartók Béla mondta, hogy a zenében nincs revolúció, csak evolúció. Az, hogy egy adott korban valami forradalminak újnak tűnik, az nem jelenti, hogy nem simul bele a tradícióba 10, 20, 30, 40 vagy 50 évvel később. Tehát az, hogy a Richard Strauss vagy a Gustav Mahler azért nagyon büszke volt, főleg a Richard Strauss, ő elég hiú volt ahhoz, hogy büszke legyen, hogy mennyit újított. Ő kevesebbet, mint a Mahler szerintem, de mindegy, nem most ebben nem nyitok vitát, de a Bartók is folyamatos. Pontosan lehet, amikor ismeri az ember a Liszt kései műveit, akkor pontosan tudja, hogy mennyit kapott onnan Bartók, és mi az, amiben ő tovább lépett. És nem véletlen, hogy a 20. század második felébe Bartók, aki tényleg nagy újító volt, lett a legkonzervatívabb újító a század első felébe. Ugye? Ez semmit nem volna az értékéből, és amikor, és akkor most egy személyes példa. Ugye amikor az új zenei stúdiót azzal vállalták néhány zeneszerző, tehát az ott csoportosuló zeneszerzőket, hogy fölrúgtak minden tradícióval, akkor egyszerűen nem értették azt, amikor én azt mondtam, hogy semmilyen tradícióval nem rúgtunk föl, csak értelmezzük a magunk számára. Tehát tradíció nélkül az európai művészet nem létezik. Egy más kérdés, hogy a Debussy óta ebbe beletartozik a távol-kelettől kezdve minden zenekultúra, amit természetesen innen értelmezünk, és soha nem tudunk olyanok lenni. De beletartozik. Egy szót a kritikáról, hogy én amikor a Kertész Imre Sorstalansága megjelent, nem olvastam. Nem tűnt fel, egy teljesen igénytelen, vagy jellegtelen, vagy a korba simuló borító volt a címlapján. Belelapozhattam, talán nem emlékszem rá, és nem olvastam. És akkor, amikor második kiadásban megjelent, akkor Spíró György írt egy kritikát róla az Élet és Irodalomban. És ez volt az, és nem vagyok egyedül, nagyon sokan vannak így, akinek ezáltal esett le a tantusz.
A kritikus nem arra való, vagy régen arra való volt, most nem arra való, hogy ítéljen elevenek és holtak felett, hanem hogy egy javaslatot tegyen, felhívja a figyelmet, adjon egy értelmezési sémát, amelyet az olvasó, vagy a néző, vagy elfogad, vagy nem. Tessék. Köszönöm szépen, Horváth Béla, PTS szexuális dékánja. Egy konkrét kérdésem van a kerekasztal résztvevőihez, hogy Eve Kleinnek a híres happeningje, amelyben mesztelen hölgyek a testükre fölkent festékkel alkotnak képzőművészeti alkotást, és közben talpig felöltözött urak komoly zenét játszanak. Blöff, polgárpukkasztás vagy művészeti alkotás? Ti ketten vagytok érintve. Most nem csak elmondják még egyszer a egyértelműen nem blöff. Ennek volt egy kontextusa. Egyrészt maga a szín, amit az Eve Klein a saját maga számára kitalált, és nagyon gyakran használta, és erről van egy nagyon kedves kis anekdóta, hogy egy indiai fuvolista állandóan csak egy hangot fújt, és a felesége kérdezte, ugyan miért fújod mindig ugyanezt az egy hangot? Azért, és hogy a többiek milyen szép melódiákat fújnak. Azt mondja, hogy igen, mert ők keresgélnek, de én megtaláltam. Na most... Szóval... Szóval Eve Klein is megtalálta, és nem csak ezt a kék színt találta meg, hanem megtalálta a levegőt, megtalálta a tüzet, mindenféle elementáris dolgot, amelyek tulajdonképpen egy egységbe foglalhatók a munkájában. Tehát ez nem blöff, hanem éppen az előbb beszéltünk arról, hogy kontextus kérdése, és a művész előzetes gondolkodásának és a hosszú munkájának a következtében bizonyos lépésekre szánja el magát, és ezek nem blöffök. Lehet, hogy akkor rögtön még nem tűnnek komolynak, inkább azt mondja az ember, ahogy itt a Jenei Zoli is mondta korábban, hogy ezt a feleségem is meg tudja csinálni, vagy a gyerekem is, de lényegében ez egy önálló út, és igazából hát nem köti magát valamiféle helyi gondolkodáshoz, vagy kor gondolkodáshoz, hanem egy merész kilépés. Azért, hogy az ember felesége otthon meg tudja csinálni ezt, amiről az imént beszéltünk, azt talán mindenki próbálja ki otthon, mert érdekes kísérlet ez. Igen, a kék festék. Igen? Nincs több kérdés? Foglaljuk össze? Jó, röviden összefoglalva, a kortárs művészet rendkívül szerte ágazó, rendkívül sokoldalúan megközelíthető, számtalan olvasata van, hol eljut a közönséghez, hol nem, és innentől kezdve majd folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen!